Nagyon kemény világban élünk, gyerekek. Az a helyzet, hogy nagyon úgy tűnik, senki sem menekül. Amikor engem fölkért Ida Csepamásra, mondtam, hogy én elvállalom és megtisztelő, de engem nem fognak látni. És amikor az ötödik évfordulom, mert Drága Tamás már nem élt, akkor elmentem, megláttam ott a közönséget, azt súgtam magának oda, hogy hát én nem vagyok normális. Én nem vagyok normális. Na most megnyitottam ezzel, és köszönöm, hogy ezzel tudom megnyitni. Még nincs vége, tehát igazából még azért előttünk van, éppen itt Kamarás Iván készül, hogy elkezdje az estjét. Lesz még egy lengyel és magyar közös produkció, egy utcaszínház, Quimby, egy francia zenekar, aztán az éjszakai lecsengetés, tehát tulajdonképpen még sok minden van előttünk, és én igazából addig, amíg le nem fekszem, nem merem azt mondani, hogy jól sikerült. De arról ábrándozok most, hogy amikor lefekszem majd valamikor éjjel 2-3-4 körül, akkor azt mondhatom, hogy az első nap jól sikerült. Eddig még nem dőlt össze semmi, eddig még minden rendben. Az egyik jó ember vonza a másikat, és tulajdonképpen észre se vesszük, és egy csomóan vagyunk, és azt vesszük észre, hogy jobbak is vagyunk, mint máskor, tehát egymásból a jót hívjuk elő. Azt hiszem, hogy ez történik itt. Az a helyzet, hogy igen, tehát igazából nagyon sikerült a fellépésünk, nagyon klassz volt az egész közönség, nagyon jól vették, nagyon jó energiájú csapat, meglepő módon vették azt a humort, ami ugye billeg, hogy mennyire fogják érteni, hogy közszolgálati egyetem, de hát nyilván mivel mindenki szinte bárka drukker ebben az ördökatlan fesztiválban, ezért elég jól vették ezt a dolgot. Csak vicceltem. Egy hét alatt raktuk össze az előadást improvizációk alapján, amiből a Tasnádi István írt egy darabot végül is, és itt készültem, mi 25-én jöttünk le, és az alapján készül el az előadás, ami holnap és holnap után lesz látható. Jó ördökatlanozást! Ördökatlan fesztiválotok? Vagy voltatok nekem a harmadik. Már? Harmadik? Beljel mutasd máshogy. Harmadik. Így lehet, vagy így. Harmadik. Nagyon jó ez az Ördökatlan fesztivál. Családias, ugyanakkor a fiatalok is tudnak itt tombolni. Ugye ma este lesz Quimby, lesz még mindenféle zenekar, akiket nem ismerünk. Mi csak a Quimby miatt jöttünk igazából, mert ők a legjobbak. Legjobbak Quimby.